A biológiai invázió következtében a 2010-es években három új szúnyogfaj érkezett Magyarországra. Az Ökológiai Kutatóközpont a Pécsi Tudományegyetem kutatóival közösen 2019-ben indította útjára szúnyogmonitorozó vizsgálatát annak érdekében, hogy megismerjék a fajokat. A kutatók a magyar lakosságot is bevonták, hogy el tudják készíteni az elterjedési térképeket. Megjelentek Európában inváziós fajok, 5 vagy 6 is van már, és Magyarországon is megjelent a 2010-es években 3 inváziós faj, az ázsiai tigris szúnyog, erről hangzik el talán a legtöbb, az ázsiai bozót szúnyog, vagy japán bozót szúnyognak is hívják, és a harmadik faj pedig a koreai szúnyog. Magyarországon megközelítőleg 50 őshonos csípőszúnyogfaj és 3 inváziós szúnyogfaj van. Kérdés, hogyan tudjuk megkülönböztetni őket? Úgy lehet felismerni ezt a 3 inváziós fajt, hogy nagyon sötét, fekete az alapszíne, főleg a tigris szúnyognak, és rajta a tigris szúnyog esetében hófehér mintázat látható, mindegyiknek vannak fehér gyűrűi a lábakon, pontosabban a lábfejízeken. Tehát ez a kontrasztos fehér-fekete állatokat kell keresni. Az inváziós szúnyogok terjeszthetik a hagyományos betegségeket, ezen felül a dengi vagy a csonttörőlázat és a sárgalázat is. De ez elenyésző arányban fordul elő. Azért érdemes ezekkel az inváziós fajokkal foglalkozni, mert sokkal több és sokkal komolyabb kórokozók terjesztésére képesek, mint a hazai fajok. Azt érdemes tudni, hogy nem minden csípőszúnyogfaj képes mindenfajta vektor által terjesztett kórokozót terjeszteni. Itt ugyanis van egy ilyen kompatibilitás a csípőszúnyog és a kórokozó között. Csak akkor működik a terjesztés, hogyha a csípőszúnyog, amikor felveszi a kórokozót, az adott kórokozó képes szaporodni a csípőszúnyog sejtjein belül, tehát ugye a bélből át kell jutni a csípőszúnyogoknak a sejtjébe, onnan el kell jutni a nyálmirigybe, és ugye amikor a csípőszúnyog megcsíp bennünket, akkor nem csak vért szív, hanem nyálat is ürít belénk. Ugye ez okozza ez a nyálban lévő fehérje azt a duzzanatot, amit már oly sokan megtapasztaltunk ilyen csípés után. Viszont érdemes azt tudni, hogyha van egy fertőzött, meg egy nem fertőzött csípőszúnyog, arra az adott egyénre ugyanolyan duzzanatot fog okozni, tehát nem attól nagyobb a duzzanat, hogy az fertőzött volt az a szúnyog, vagy nem. A legjobb megoldás a megelőzés, vagyis ha a lárvákat pusztítjuk el. Érdemes azt tudni, hogy ezek az inváziós szúnyogok eredeti élőhelyükben, faodvak vizében fejlődnek a lárvái. Azért tudtak inváziósá válni, mert minden olyan víztest megfelel a számukra, ami nem érintkezik a talajjal. Na most ilyenek emberi települések környékén vannak legnagyobb számban. Olyanokra kell gondolni, hogy például ha fóliával letakarunk egy tárgyat, abban felgyűlik a víz. Ha elég meleg van, és oda beletolnak valamelyik inváziós csípőszúnyogfaj tojás, akkor akár egy hét alatt is kikelhetnek az imágók. Tehát érdemes körüljárni a kertünkben eső után, és ezeket a kicsi vízteseket megszüntetni, és akkor már nagyon sokat tettünk annak érdekében, hogy ne mi saját magunk tenyésszük ezeket az állatokat. A szúnyogvizsgálat az állatok begyűjtésével kezdődik. Speciális csapdák léteznek kifejezetten erre a célra. Ez maga a csapdatest. Ebbe itt van belül a ventilátor. Ez szívja be az állatokat. Ez itt egy éjszaka alatt gyűjtött csípőszúnyog mennyiség, van benne más is. Ezt így hozzuk be a terepről, és itt betesszük a mélyhűtőbe, így elpusztulnak az állatok, és utána tudjuk megkezdeni az azonosításukat. Csapdánkba ezúttal hazai fajok kerültek. A fajok nemek szerinti csoportosítása után a szúnyogokat mínusz 80 fokon hűtik és tárolják. Hogyha az a cél, hogy megnézzük, hogy milyen kórokozó van benne, akkor abból kivonjuk a RNS-t, illetve a DNS-t, és akkor PCR-es vizsgálattal megnézzük, hogy van-e benne az az adott kórokozó, amire a PCR primer ki van találva. Mindenképpen jó hír, hogy az eddigi vizsgálatok alapján hazánkban egyelőre nem találtak komoly járványügyi fenyegetettségre utaló jelet a kutatók.